Negyedik napja szűrik a rendőrök a gyorshajtókat Fejér megye útjain. Ezúttal a 81-es főúton mér a Trafipax. Egymás után állítják le azokat, akik túlépik a sebességet. Homoki Csaba napjait az utakon tölti. Előzött éppen, amikor kattant a vaku. 90 helyett 102 km/h mutatott a műszer. 90 a megengedett. Hát de ugye előzésnél azért jobb minden előbb végezni vele. Mert azt utána visszaálltam ugyanúgy 70-re a kettő közé. És akkor most elfogadja a büntetést? Hát kénytelen vagyunk, mert ha följelent, akkor még drágább lesz. A sofőrök egyébként úgy vélik, szükség van az e fajta akciókra, ugyanis nagyon sok a gyorshajtó. Varga Béla azt mondja, ő egyébként igyekszik a sebességhatárokat betartva közlekedni. Hát én azt gondolom, hogy van egy kressz, ahogy mi is külföldön betartjuk az ottani szabályokat, nekik is be kell tartani Magyarországon az ottani szabályokat. A sebességhatárt ugyan nem lépte túl, de más miatt büntetésre számíthat. A ma érvényben lévő szabályozás szerint ugyanis a vezető és utasoldali üveg 70%-ban sötétíthető. Az ő autója esetében ez nem így volt. A kéklámpások nem csak a gyorshajtókat ellenőrzik, az egyéb szabálytalanságot is igyekeznek kiszűrni. Az akciót egyébként azért indították, mert egy jogszabályváltozásnak köszönhetően most már a Trafipax ellenőrzések során intézkedhetnek a külföldi sofőrökkel szemben is. Fokozott ellenőrzés a gyorshajtók kiszűrésére, illetve a külföldi szabályszegőkkel szemben intézkedésre terjed ki. Mivel a jelenleg hatályos jogszabályok lehetővé teszik, hogy a helyszínen ki tudjuk szabni a bírságot a külföldi gépkocsi vezetőkkel szemben is, és amíg ő nem fizeti be a bírság összegét, addig nem hagyhatja el az ország területét, tehát visszatarthatjuk a gépkocsi vezetőt. 2011-ben összesen 286 külföldi személy ellen indította a megyei rendőrség eljárást, 26 sofőrt el is tiltottak a hazai utakon való vezetéstől. A négynapos ellenőrzési akció során összesen 15 külföldi vezetővel szemben intézkedtek a rendőrök.